polgármester úr, tankerületvezető igazgató asszony, hölgyeim és uraim. Polgármester úr ismerett ennek a programnak a legfontosabb, legkívánatosabb előnyeit és hasznát. Én magam is ehhez szeretnék csatlakozni. Először is mindenképpen siker, hogy Óbuda Békásmegyer önkormányzata pályázott ebben a Keopos pályázatban, és ez eredményre, sikerre vezetett. Ugye ennek kapcsán 4 intézmény fog megújulni. Siker ebből a szempontból, de még fontosabb siker abból a szempontból, hogy a helyi közösségnek egy épülete, egy intézménye fog a következő időszakban felújításra kerülni, és fog energiahatékonyabban működni. Ami a helyiek, az itt lakók érdekeit szolgálja, és jó cél, és megvalósul, az mindig siker. Tehát ebből a szempontból már van mit ünnepelnünk. Természetesen ennek most a gazdasági hatásain túl, hiszen itt majd nyilászáró cserék, felújítás és más egyéb fog megtörténni. A gazdasági építőipar, építőanyagipar élénkítő hatásán túl sokkal fontosabbnak tartom én is azt, hogy az a szemléletváltozás következzen be, amelyik ahhoz kell, hogy egy kicsit élhetőbb legyen a környezetünk, és egy kicsit kevesebb energiát használjunk föl a jövőben. Természetesen nincs gazdaság energia nélkül, nincs sikeres gazdaság olcsó energia nélkül, ezért egy fontos szempont az, hogy ne csak a háztartásokban, hanem lehetőség szerint majd a közintézményekben is nagyságrendekkel tudjuk csökkenteni a rezsit, a rezsiköltséget, de ennek egy hosszú távon fenntartható lehetősége az, hogyha normális, megbízható szigetelései vannak az épületeinknek, hogyha azok megfelelnek annak a 21. századi szigetelési követelménynek, vagy energiamegtartó, hőmegtartó követelménynek, ami a most épülő építményekben már alapkövetelmény. Ebből a szempontból öröm az, hogy ez a fajta beruházás is elindul, hiszen szemléletünk is módosult akkor, hogyha a gyerekek majd azt látják, hogy ennek az épületnek a felújítása következtében talán melegebb lesz a tantermekben, a tornateremben, kevesebb lesz a számlája az iskolának, kevesebbet kell kifizetni rezsire. A kollégák kiszámolták, a iskola ezzel a felújítással ugye körülbelül 11 ezer köbméter földgáz tud megspórolni évente. Ennél talán még fontosabb, hogy 25 tonna széndioxidot nem bocsájtunk majd ki a levegőbe. Ugye olyan világban élünk, amikor minden összefügg mindennel, ami itt történik Magyarországon, annak bármilyen furcsa, de hatása van Európában, hatása van Ázsiára, de hatása van még az északi féltekén is, vagy az északi sarkon. Amikor szomorúan nézzük azt, hogy a jegesmedvéknek a környezete hogyan szűkül össze, és hogyan kerül veszélybe egyre inkább ez a populáció, akkor kevésszer gondolunk bele abba, hogy bizony ezért részben mi is felelősek vagyunk itt, hiszen ha kevesebb energiát használok föl, kevesebb káros anyagot, éppen széndioxidot engedek ki a környezetbe, akkor valószínű, hogy annak a jégtakarónak a visszahúzódása is talán lassabb lehet. Ezt kell, hogy a gyerekeink is megértsék, ők is felelősek ezért a környezetért, ők is tudnak tenni azért, hogy ez a folyamat megálljon, megforduljon, hogy a gleccserek ne tűnjenek el, és hogy legyen még mondjuk 100 év múlva is havas ígyópár a Földön. Szóval ennek egy fontos állomása most itt, ne szaladjunk ennyire előre, majd 100 év múlva a unokáink vagy a gyerekeink konstatálják, dédunokáink, hogy jól sárfárkodtunk a ránk bízott vagyonnal. A környezetvédőknek az a mondata, hogy mi nem örököltünk valamit, hanem kölcsön kaptunk a gyerekeinktől, unokáinktól egy földet. Ez mégiscsak arra késztet bennünket, hogy egy picit előre gondolkodjunk, egy olyan felelős magatartást valósítsunk meg, amelyre már most mindannyiunk érdekében, de a gyerekeink vagy az unokáink érdekében még inkább szükség van. Na most ennek egy fontos és szép példája az önkormányzat kezdeményezése, az önkormányzat pályázata, ez elindulhat, megvalósulhat. Kívánom azt mindenkinek, hogy további ilyen sikeres pályázatok valósuljanak meg. Kívánom azt, hogy a felújítás gond és baleset fennakadás nélkül valósuljon meg, és minél hamarabb birtokba tudják majd venni a gyerekek azokat a megújított épület részeket, amelyek már energiahatékonyabban állnak az iskola és a közösség rendelkezésére. Köszönöm a figyelmet!